Pánik jelzik a Fóti Gyermekotthon nevelői, hogyha megtámadják őket az agresszív gyerekek. Vendégem Fligauf Gergely főosztályvezető, mert ugye az hivatal Jó, vizsgálódott a helyszínen. Igen. Hát döbbenetes megállapításokra jutottak. Egyrészt már maga ez a pánik gomb is, ami ugye a portaszolgálaton jelzi, hogyha megtámadnak egy nevelőt. Tetlegességig is fajultak ezek a helyzetek? Hát nyilván tetlegességig is elfolyulhatnak ezek a helyzetek, pont ezt kellene megakadályozni. Hogyan lehetne ezt elérni, és akkor menjünk a történetnek egy kicsit az elejére. Milyen gyerekek kerülnek ide, és mitől ilyen agresszívak ezek a gyerekek? Kétfajta lehetőség van. Az egyik a speciális igényű gyermek, akinek valamilyen magatartás problémája van. Ezek a gyermekek általában figyelem hiányos személyiségzavarral vannak diagnosztizálva, ez a hiperaktivitás, vagy pedig antiszociális, diszociális személyiségzavarral vannak diagnosztizálva, Többen bűncselekményt követtek el, és a legtöbbjük a szembesült a kábítószer problémával a korábbi élete során. Ez az egyik típusú gyerek, aki ide kerülhet. A másik pedig a kettős szükségletű, akinek a, a speciális szükséglete mellett még értelmi fogyatékossága is van. Hát akkor ez... Többszörösen nehezített helyzet, nagyon és, és még sincs pszichológus-pszichiáter az intézményben? Ennek hát, mi az oka? Ö, ennek szerintem szervezési okai lehetnek, meg hát anyagi problémák. Azt tapasztalták egyébként a kollégáim, hogy az ott dolgozóknak a 90%-a egy év alatt elmegy ebből az intézményből. Tehát sejtem azt, hogy nagyon-nagyon nehéz ott a munka. 5 év alatt öt vezető hagyta el ezt az otthont. Pont ezt akartam mondani, hogy ez nem most kezdődhetett ez a helyzet. Hát nem most kezdődhetett. Hány éve tart már ez, ez egy, a folyamat? Körülbelül öt éve tarthat. Ez az intézmény egy nagyon nagy múltal rendelkező intézmény, ez az egykori Fóti gyermekváros, ahol több ezer gyermek volt elhelyezve. Ez egy őspark, gyakorlatilag régi fákkal, egy... egy Tóval. Tehát a környezet adott lenne arra, hogy Igen. mondjuk ezeket a gyerekeket Igen. valahogy rendbe hozzák, de mégsem ez történik. Igen, hát ez egy elkülönített része a gyermekközpontnak. Itt három méteres kerítés veszi körbe ezt az otthont, és a gyermekek csak kísérettel hagyhatják el ezt az intézményt. Egyébként mindent megtesznek az ott dolgozók, én úgy érzem, mert például van állatsimogató, van lóassziszált terápia. Igen, bár ott olvastam a cikkben, nem tudom, hogy mennyire igaz ez, hogy van, hogy a gyerekek megölik az állatokat. Igen, és az sajnos miért. ez, ez 2014-ben előfordult, hogy egy gyermek az összes ott lévő nyulat megölte. Hogyan lehet ezen a, ezen az elképesztő helyzeten, mert még beszélni is róla tényleg felborzolja az ember idegeit, javítani, változtatni. Ön azt mondta korábban, hogy ugye nyugtatókkal próbálják kezelni ezeket a gyerekeket, ami gondolom ott van az intézményben, valamelyik pszichiáter fölírta, akihez mm. kivitték a gyereket, de hát ez nem egy megoldó állapot, hát megold, tehát ez nem egy jó állapot. Ez sem a ő. legjobb megoldás, azt tapasztalták a munkatársak, akik ott kin voltak a helyszínen, hogy a gyermekek 50%-a pszichotróp anyagokon él. Hogy kell ezt érteni? kiszállítják ezeket a gyermekeket pszichiáteri vizsgálatra, ráadásul rendre felnőtt pszichiátiákra a Pomázi kórházba. Jogszabály azt mondja, hogy gyermeknek gyermek kell menni, és itt a pszichiáter felírja nekik a nyugtatószereket, amik általában azok a nyugtatószerek, amiket mindenki ismer, tehát ezek az enyhe típusú nyugtatószerek, viszont ehhez nagyon könnyen hozzá lehet szokni ezekhez a nyugtatószerekhez. A megoldás talán egy, egy enyhébb pszichoterápiás légkör létrehozása lenne, ami azon alapulna, hogy napi szintű és nagyon intenzív kapcsolat van a gondozók és a gyermekek között. A gondozóknak igazából egy tímben kellene dolgozniuk, és és a szülőkkel is kapcsolatot tartani. A szülők általában, mi ezek speciális igényű gyermekek, az azt jelenti, hogy a szülők és a gyermekek között a kapcsolat nem kiegyensúlyozott. Ezeknek a gyermekeknek az élet történetében családon belül erőszak van, kábítószerabúzus, csavargás, bűncselekmények elkövetése. Vannak közöttük olyanok, akik börtönből szabadulnak. Olyan gyermekek is vannak, és ez volt a többség. Akik a 18 éves koruk betöltése előtt pár hónappal kerültek oda. 18 éves korukban véget ér ez a történet a gyermekek életében. És mi lesz velük pár alatt, Egy hát, ilyen gyerekkel, aki kikerül ebből. Hát, Ezeket a gyermekeket, hogyha nem készítik fel jól, én most lehet, hogy nagyon negatív dolgot fogok mondani, de ezt a börtönpszichológusi tapasztalatom mondatja velem, sajnos kikerülnek az utcára. Nincs, nincs egy olyan háló a jelenlegi társadalomban, ami megfogná ezeket a gyermekeket, és hát még inkább lemorzsolódnak, még inkább kívül kerülnek. A. Szóval tovább bonyolódik a történet. Tovább és, Tehát a történet nem jár ott véget, hogy csak a fóti gyermek otthon hát van, van. Ez nem Biztos, hogy nem, mert ezek a gyermekek, akik ott vannak, azok ugye speciális igényűek. Ez azt jelenti, hogy magatartás problémáik vannak. Börtönben is voltak már. Mik a javaslataik? Ugye a gyermekvédelmi törvény módosításáról volt szó, illetve új szabályokat kellene hozni, mert hogy azt is kifogásolta az ombudsman, hogy ugye a szabadság hogy a jogaikat korlátozzák, mert ha jól tudom, akkor bekerülnek ebbe az intézménybe, akkor elzárják őket. Az úgynevezett izoláció alá kerülnek, és az az érdekes, hogy nincsenek garanciák beépítve ebbe az izolációs rendszerbe, holott még a börtönben lévő személyeket is, hogyha elkülönítik, nekik van fellebezéshez való joguk, a gyermekeknek pedig nincsen. Azt kértük a EMMI minisztériumtól, hogy ezeket a jogszabályokat vizsgálják meg, és próbáljanak egy, egy olyan jogszabályi hátteret létrehozni, ami például a garanciákat biztosítja. De ettől kevésbé lennének agresszívak a gyerekek, hogyha nem különítenék el őket rögtön az elején? Én nem én tudom, úgy hogy gondolom, úgy gondolom elhözött. hogy egy rendszer a fokozatosságra épül, hogy nem rögtön az elkülönítés jön, hanem mondjuk az elbeszélgetés, a kommunikációra épülő, bánásmód, az intenzívebb együttlét, és ez már a jogszabályban is garantálva van, és a gyermek tudatában mindig ott van, hogy nem ez az utolsó lépésem, nem, nem ez a végállomás. Akkor, hogyha a jogszabály is egy ilyen légkört teremt, akkor talán talán javulhat a helyzet. És egyébként addig, amíg ez megtörténik, mert ezt tudja ön is, hogy hosszú idő, Igen. addig mi a megoldás ezeknél a gyerekeknél? Tehát valóban, mert én azt gondolom, mi laikusként kívülről, hogy nyilván egy olyan közeget kellene teremteni, ahol ezt az agressziót megpróbálják kezelni, ellensúlyozni, érezzék azt, hogy biztonságban vannak, jó helyen vannak, segítenek nekik. Nem. Hát, de, de, Ezt de. Hogyan ez, lehet ez így van. Keremteni? Én a helyi közösségeket és a civil szervezeteket vonnám be sokkal intenzívebben. Nagyon sok olyan civil szervezet van, aki ilyen gyermekekkel igyekszik foglalkozni, akik esetleg az ottaniaknak segítenének. Tud már arról, hogy valaki felvállalja, lesz valamelyik civil szervezet? Nem. Sajnos erről nem akkor ez egyben Erről felhívás. És na de addig mi történik? Továbbra is ott van a pánikgomb, továbbra is ott van, hogy a nevelők folyamatosan változnak, ugye a szakképzettség is emiatt fontosan problémás, mert gyakorlatilag nem Igen. találnak olyan embert, aki elmenne oda, ami érthető az ő részükről is. Ugye a helyi iskolákba 16 éves kor fölött már nem, nem járhatnak, mehetnek. ez megint egy Ezért másik magán probléma. Ezért magántanulók lesznek, illetve a budapesti speciális iskolákba járnak a gyermekek, hát ez egy nagyon szomorú szituáció, Én úgy gondolom, hogy az, amit mi látunk, és mi leírtuk a jelentésbe, az a jéghegy csúcsa. Valószínűleg az országban pár ilyen intézmény, ami ugyanígy működik, ugyanilyen problémákkal szemben. szerezik a gyerek otthonra, Így van. Például, mondjuk az egy kicsit enyhébb, egy kevésbé zártabb intézmény, arról is mi írtuk a jelentést. Hát ebben az esetben egy, egy rendszer szintű nagyon komoly változás lenne a jó orvosság erre. Addig, amíg ez megtörténik, az ott dolgozóknak kell vinniük a hátukon ezt az óriási felelősséget. Köszönöm szépen, hogy elmondtam mindezt itt, és hogy reméljük, hogy valami megoldás lesz majd a helyzetre. Én köszönöm is nagyon köszönöm tevezet, a lehetőséget. Köszönöm szépen.